Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora november 21-én hétfőn. Elsősorban agrárgazdasági kérdésekkel foglalkozunk ma, de bepillantást kaphatnak a nyírteleki kedvesház életébe is. Nézzük a kínálatot. Aszályos esztendő, nehéz gazdasági év van a megyei mezőgazdaság mögött. Kedvesház, egy biztos pont a nehéz sorsú gyermekek számára nyírteleken. Kifejezetten nehéz gazdasági év van a megyei gazdák mögött, 2022 a történelmi aszály miatt is emlékezetes marad. Megoldás csak az öntözés lehet, de nem minden termelő tudott megfelelő mennyiségű vizet a földekre juttatni. Van miről beszélni. Vendégem Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a kedves nézőket. Hát ritkán lát az ember ilyen aszályos évet, mint az idei volt. Volt ennek bármi előjele, vagy ezt a gazdák csak úgy a nyakukba kapták? Hát, hogy volt előjele, biztos, hogy voltak, és talán előjelek voltak az elmúlt, szinte mondhatnám az évtizedben, egyre nagyobb, magasabbak a csúcshőmérsékletek, egyre tovább tartanak azok az időszakok, amikor ilyen nagy forróságban a hőségnapok száma mindig hozzátódódik, szinte három évenként egy nappal. Ezek mind azt jeleztik előre, hogy a gazdálkodóknak egy más irányú gazdálkodást felé kell venni az irányt, illetve az öntözésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Örülök annak, hogy sok gazda próbálkozott ezzel, bár sok gazdálkodó falba ütközött akkor, amikor a vízjogi engedélyt akart beszerezni, és mondjuk akkor derült ki, hogy az ő területe, ahol gazdálkodik, az egy rossz víztesten van, ezért a vízügyi igazgatóság nem engedélyezheti a hozzájárulását, hogy megvalósítsa az öntözést. A másik nagy pozitívum talán az, hogy erős politikai elmozdulás következett be, itt ez az aszályos év, amit említett is, hogy akár az évszázad legmelegebb időszakán vagyunk túl, felhívta a figyelmet a politika irányába is, hogy valamit tenni kell, ha Magyarország ki akar tartani, amellett, hogy az élelmiszer biztonság alapanyagot legalább az országnak tudjuk ezt teljesíteni, illetve sokszor a médiában hallani, hogy akár 15 millió embernek is tudnánk élelmiszert juttatni. És most a burgonyára gondolok, mivel ezt termesztem, ezt engem is érint, illetve sok éve emlegetem, hogy ezzel tenni kellene valamit, mert ez egy szégyen lenne, a Magyarország például a burgonyát nem tudná magának megtermelni, és oda jutottunk, hogy most a hazai szükségletnek csak körülbelül 40%-át tudjuk kielégíteni, és behozatalra szorulunk. Ez egy olyan, mint az elmúlt időszakban volt itt a pandémia miatt, amikor egy ország nem tudja a magát ellátni alapvető élelmiszerből, és akkor a kenyérnek valót, vagy a burgonyát is ide sorolom, az nagy problémát okozhat, mert most is attól tartok, hogy az elkövetkezendő időszakban, amelyik országból most beszeretnénk hozni a burgonyát, annak adódik majd egy jobb piaca is, mert a Európában szinte mindenhol aszály volt. Ez magába hordozza azt, hogy mondjuk egy német vásárlónak az 1000 forintos burgonya könnyebben kifizethető, mint mondjuk egy magyar vásárlónak, vagy még az is előállhat, hogyha a lengyelek egy jobb piacot találnak, vagy a szlovákok, akkor nem Magyarországra fogják hozni a burgonyát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erősen el kell gondolkodni, és vissza kell fejleszteni a burgonya területünket oda, ahol ez a 90-es években volt. Most, ha azt mondom, hogy a megyében 850 hektár burgonya volt, valamikor azon az egy településen, ahol én élek, ott több volt 1000 hektártól a termelőszövetkezetnek, illetve az állami gazdaságnak, vagy beszélhetnénk Tímár, vagy Gáva Vencselő, vagy Baktalorán, tehát a Kisvárda. Szóval ezek mind olyan körzetek voltak itt a megyében, ahol ez nagy hangsúlyt kapott, és akár az ország ellátását is biztosítani tudta volna, vagy tudná elkövetkezni a időszakban. Egyébként a burgonya jobban bírná szárazságot, mint esetleg egy-két olyan termény, olyan növény, ami most elszáradt a aszály miatt? Hát a burgonya egy olyan növény, hogy olyan drága költségei vannak, és lehet, hogy az egyik oldalról ez is befolyásolja ennek a területnek a csökkentését, hogy nagy pénzt kell belefektetni, de én úgy gondolom, hogy azok, akik ezzel
foglalkoztak már itt a 90-es évek után, azok mind rendelkeznek is olyan öntözőberendezéssel, ahol ezt meg tudják óvni, ha ilyen időszak következne is be, mint az idején is. Én azt gondolom, hogy már azok a termelők, akik most burgonyával foglalkoznak, inkább amiatt csökkentették le a területet, hogy 10-20 évig 30 forint volt a burgonya, és lassan már a nezsákot se lehet megvásárolni azokért a költségekért, amennyit a piac megfizetett. Hozzászoktunk ahhoz, hogy ez a burgony 90-es években 30 forint volt, és mondjuk még 3 évvel ezelőtt se ért el az 50 forintot. Ezért csökkentek ezek a területek. Én azt gondolom, hogy egy fokozatossággal el lehetett volna oda jutni, hogy egy 100 forint alatti burgonya lehetne most is az üzletekben, ha a termelőknek de nagyobb gondot fordítottunk volna, és arra kérném az illetékes minisztériumot, kormányt, hogy tegyünk azért, hogy ez visszakerüljön oda, hogy ne legyen nekünk ilyen problémánk. Melyek azok a növények, amelyek nagyon megsínlették ezt az aszályos évet, amiből a megyében sokkal kevesebb termet, mint amire számítottak? Hát ha elindulunk ott tavasszal, még volt némi csapadék, mikor a kukoricát napraforgót vetettük ott április környékén, volt annyi csapadék, hogy szép talajt tudtunk megmunkálni a vetőmagvaknak, a napraforgónak és kukoricának, és ez a csapadék a kalászosnak nagyon időbe jött. Én azt gondolom, hogy a kalászos itt a mi megyénkben nem is nagyon sínylette ezt meg. Egyébként se vagyunk egy nagy búzatermőterülettel rendelkező megye, de ami kalászos volt, az egy olyan közepes körüli termést hozott, mondhatné, hogy egy közepestű magasabb átlagára. A baj az akkor következett be, amikor ezeknek a kalászosoknak a betakarítása volt, itt július-augusztus eleje, amikor a kukoricára nagyon kellett volna az eső, és ott eltelt 2,5 hónap, amikor számottevő csapadék nem esett. Úgyhogy amitől kikert a kukorica, a később vetésűek egyszer sem álltak meg a betakarításig. És sajnos a napraforgó és a kukorica sínylette ezt még inkább. És ha csak a számokat mondunk, 2,8 tonna volt hektáronként a napraforgó termésünk a tavalyi évben, a 21-es évben, 22-ben ez az 1,8-at se ért el, vagy a kukoricából ilyen rekord termés közeli volt a 2021-es a 7,6-7,7 tonnával, és most pedig a 3 tonna alatt maradtunk itt, 2,8-at alig haladtunk meg. Ezek a számok azt mutassák, hogy szinte egy harmadát se termett. És akkor most, ha a napraforgót még el is tudtuk úgy, ahogy adni, értékesíteni, a kukoricánál ez a fertőző betegségek miatt toxinos sok kukorica, így úgy lett leadva a felvásárlóterepeken, hogy ár nélkül, és akkor most a nagy bizonytalanságban vannak, hogy nem azt mondjuk, hogy nagyon olcsón veszik meg, de félő, hogy azt hordozza magába, hogy ez egy 10 000 forint vagy az alatti árat fog majd esetleg meghatározni a felvásárló, ami ellen már a termelő mit tud csinálni, mikor leborította már lassan egy hónapja a kukoricáját, se visszavinni nem tudja, sem máshova értékesíteni, úgyhogy nagyon félnek a gazdálkodók, hogy amikor majd bejelentenek valamilyen árat, az túl kevés lesz. A kárenyítésből várnának valami támogatást az emberek. A kárenyítési referenciára az elmúlt 5 évből kivesszük a legjobbat, legrosszabbat, és a fennmaradó 3-nak az átlagára, ami 4 000 valamennyi forint, nem követi ezt az inflációt, csak azt mondjuk, hogy a műtrágya is 10-szeresére emelkedett, illetve a szárítási költségek még arra a kukoricára, amit le is adtak, ha ilyen keveset is. Szóval ezek nincsenek szinkronba, és sok az a gazdálkodó, akik a kárenyítési juttatásra nem is lesz jogosult ezek miatt a problémák miatt. Ha jogosult lenne is a kárenyítésbe, ahogy beszéltük itt a kívüli káreseményre, ennyi pénzzel nincs felkészülve, az alapban egy 15 milliárd körüli összeg van, és 1 000 milliárdos kárról beszélgetünk. Ha itt a jogos károk, így a feldolgozottság vagy az igények szerint úgy satszoljuk, hogy ebből az 1 000 milliárdból, hogy 300 milliárd
megállja a helyét, amit jogosnak ítélnek meg, ez a 15 milliárddal nem lehet mit kezdeni. Az Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte a kormánynál, hogy ebbe az alapba a lehetőség szerint a kormány tegyen több pénzt. Hát most nagyon várja mindenki ezt a több pénzt, de hát ha ez megduplázódna is, akkor is még csak egy 10%-nál tartanánk. Visszaosztásra kell, hogy számoljunk, ha örülünk neki, ha nem, és várni azt, hogy a kormánynak milyen lehetőségei vannak, mit tud ebbe az alapba még beletenni. Egy fontos termék az alma megyében. Az alma hogyan szerepelt idén? Hát a koratavasszal voltak fagyok, ami rányomta a bélyegét erre a 2022-es évre, illetve rányomta a bélyegét sok esetben az, hogy a 2021-es évben egy csúcs termés volt, és nem úgy kötődtek be az aszály, már a tavaly évvége is ilyen aszályos volt, nem úgy kötődtek be az almák, úgyhogy egy harmad terméssel országos szinten beszélünk erről, a 300 ezer tonnát nem éri el a termés. A léalma ára az indulási ártól kezdve mondhatnám, hogy a gazdák által nagyjából elfogadott 42 forinton végigment a szezon végéig, halljuk, hogy Lengyelországban még ezzel is problémák vannak, illetve étkezési alma is nagyon kevés termet, ami jó minőségű, de az áram miatt a piac nem tudja ezt most megfizetni, ugyanis én úgy gondolom, hogy az alma az nem egy olyan áru, hogy 600 forintot tudjanak ott a vásárlók az üzletekben érte adni, a termelési költsége pedig úgy megnövekedett, illetve a fagy miatti mennyiségi kiesés is, hogy olcsóbban meg a gazdálkodónak veszteséges. Úgyhogy elmondhassuk, hogy szinte körbe érünk most a mezőgazdaság, ez a 2022-es év egy olyan év lesz, amit remélem, hogy a negatív oldalról fogunk emlegetni sok évtizedekig. Ugye a főleg kukorica tekintetében nem csak az idei évet határozza meg ez a rossz termés, hanem a jövő évet is. Egyrésztről ugye kukoricát az állatok szokták ugye elsősorban fogyasztani, másrészt meg ugye majd ugye vetni is kéne valamiből. A húsiparra milyen kihatással lehet ez a nagyon szörnyű termés átlag? Hát az a baj, hogy az állattartókra is negatívan hatott ez a magas takarmányárak, és csökkentették az állományokat, illetve sokan fel is számolták. Így azt vetíti előre, hogy jövőre is egy nagy bizonytalanság lesz, mert én mindig emlegettem ezt az állattartókat, hogy ez a növénytermesztés állattartás egy szoros összefüggésben, és a növénytermesztőknek nem jó, ha az állattartó telepek nem nyereséges évet zárnak, és egyre több helyen hallom azt, hogy a takarmányárak miatt csökkentik, vagy befejezik az energiaáram is, ugye a baromfira gondolunk, az fűteni kell rájuk bizonyos állandó hőmérsékleteket, illetve most más sertés is ott van, hogy klímázni kell, illetve fűteni, ha azt a gyarapodást el akarják érni, úgyhogy egy kicsit talán ez már előreveti a jövő évi gazdálkodásunkat is, mert csak itt a mi megyénkben is 6000 hektárral több kalászost vetettünk, repcét, illetve őszi búza titikálét, úgyhogy már jelentkeznek azok a fétségek, hogy inkább csökkenteni akarják a kapás növényeket a tavasszal, és akkor most egy ilyen olcsóbbnak mondott búza vagy titikálé, őszi árpa, ilyesmit, repcét vetettek, a repcéből is növekedett 300 hektára csak a mi megyénkben. A titikálévanak meg a búzának több mint 2000-rel, úgyhogy összességében több mint 6000-rel nőtt a vetésterület az őszi kalászosoknak. Kicsit beszéljünk az öntözésről, mert azt lehetett látni, hogy azok a gazdák, akik tudtak öntözni, mert volt rá lehetőségük, ott viszonylag jó termés volt, például kukoricából is, ahol meg nem, ott meg nagyon-nagyon rossz lett. Hogyan állunk most ezzel, ugye ez évtizedes probléma, sokat beszél róla a politika is, meg nyilván a szakemberek is. Most hogyan állunk? Van egy kis elmozdulás, vagy sok híja van még annak, hogy azért mindenki, aki szeretne, tudjon öntözni? Én azt gondolom, hogy nagy elmozdulás van a szakmai oldalról is, az Országos Vízügyigazgatóság, vagy a Megyei Vízügyigazgatóság. Még két évvel, amikor beszélgettünk nagyjából itt az önök műsorában is ennek az öntözésnek a hiányából, azt hiszem, hogy a szakemberek még mindig berögzötten
ragaszkodtak ahhoz, hogy félni kellett tőle a víztől, és akkor mindig a gátemelésre, meg ehhez hasonló dolgokra fordítottak nagyobb összegeket. Ez szerintem vagy másfél-két éve megváltozott. Én hangsúlyoztam én is örökké, hogy kettős hasznosításra legyen, már egy forintot nem költenék el csak védekezésre, hanem foglalkozunk a víz visszatartással. És a tavalyi őszén, mikor társadalmosítása volt a stratégiának, akkor én ott felvetettem, hogy 2004-ben vállaltuk azt a kötelezettséget, amikor megnéztük a víztestnek az állapotát, hogy 2027-re ezt a gyenge minőségű víztestekből jó minősítést fogunk csinálni, és nem tettünk ezért semmit, és már felhívtam a vízügyigazgatóság figyelmét, hogy lehet, hogy jó lenne azzal foglalkozni, hogy a kötelezettségszegési eljárásunk alá, hogy ne kerüljünk, megfogalmaznánk, hogy ezt a 2027-es határidőt el kell tolni. És ez olyan fülekre talált, amit ő felgyorsult ez az esemény, hogy valóban nem sok mindent tettünk, hogy foglalkozunk a víz visszatartással, és akkor 2,8 milliárdot nyert a megye, a délnyírség, illetve sokat emlegettünk már ezt a vízválasztón való víz elvezetését, ott a 1930-es évek feladatai vízügyi szempontból az az volt, hogy egy mocsaros vidék volt ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, sok volt a vízborítás, és akkor akkori szakembereknek az volt a feladata, hogy vezessék el a vizet a mi megyénkből. Ez itt eltelt. Sajnos nagyon jó sikerült, igen, most pedig az a cél, hogy ahonnan elvezették ezeket a vizeket, ahonnan eredtek ezek a csatornák, oda vizet juttassunk végig, vissza, úgyhogy egy nagyon szép öntözött megyénk lehetne, ha megvalósul az az elképzelés, amit most a víziterv próbál elvégezni. Nagyon bízunk benne, hogy 23 végére vége lesz ennek a tervezésnek, és ennek a háborús helyzetnek is, ha vége lesz, akkor esetleg elkezdődhet ennek a megvalósítása. Ez a mi megyeinkben az évszázad legnagyobb beruházása lenne, most 104 milliárd forintba kerülne. Én azt gondolom, hogy ez bizonyos ütemezéssel, 5 éves vagy 3 éves megvalósulásokkal, ha megvalósulna, akkor ebben a megyében olyan gazdálkodás foghatnának neki, vagy tervezhetnének a mostani fiatalok, hogy el tudják a családjukat tartani, mindenki ott azon a településen, azon a környéken, ahova született. Én nagyon örülnék neki, ha ez megvalósulna, mi megyénkre éppen ráférne egy ilyen mezőgazdasági megyére, hogy aki élni akar ezzel a lehetőséggel, az mindenki élni tudja. A délnyírség a legszárazabb? Ott igen, itt vannak ezek a csekei aranykoronájú földterületek, ez melegszik még inkább fel, illetve itt van az adottsága, a dombozati adottsága annak a két megye határ között, ahol magasabban van a talaj fekvése az átlagoshoz képest, és ha ott vezetnénk el ezt a vizet, akkor ez gravitációs úton is eljuthatna sok helyre, úgyhogy azért ezen a vízválasztón tervezik elvezetni, és akkor összekötni ott Vásárosnamény alól, Berettyóújfalu a keleti főcsatornát, és akkor ez a Hajdú-Bihar megyeinek az északi részeinek, illetve a mi megyeinknek a déli részeinek a problémáját oldaná meg. Nem maradt már sok időnk, de egy rövid kérdés még a háború, ha már szóba került. Én tudom, hogy a szankciós mezőgazdasági termékekre kivetett szankció már sok éve létezik, tehát olyan nagyon nagy változás ilyen tekintetben nincsen, de gondolom attól még azért nem egy jó hír, hogy abban a régióban nem lehet a továbbiakban sem árut vinni Oroszországba. Igen, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét most a kukorica szempontjából éppen sújtja az is, hogy ugye itt London először a mi megyénkben ez a kukorica, amit száraz úton szállítanak, és a nagy állattartó telepek nyilván bevásároltak, még mielőtt itt a betakarítás elkezdődött, a biztonságról gondoskodva, hogy látták, hogy az aszály miatt itt a 9 millió tonna kukoricából csak 3 lesz, és most
sajnos még ez a 3 millió tonnának sincs meg a vevője itt most Magyarországon, úgyhogy most minket inkább az sújt, hogy rajtunk keresztül, ami kimenne, az nagy része itt marad, és itt mi meg értékesítési problémákkal küzdünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Fogjuk még hívni, mert valamiről beszélni. Valóban, tehát ez egy mezőgazdasági megye. Sokakat érint az, hogy mi történik ebben az ágazatban. Köszönöm elnök úr, hogy vendégünk volt. Én meg köszönjük szépen a lehetőséget. Más témával folytatjuk. Mezőgazdaság után szociális gondoskodás. Már a neve is mosolyra fakasztó, Kedvesház. Így hívják azt a különleges kollégiumot Nyírteleken, amely a nehéz sorsú fiataloknak segít iskolás időkben. Egy biztos pont számukra ahhoz, hogy ne hátránnyal kezdjék el felnőtt életüket. Kerecsen József járt a nyírteleki kedvesházban. Késő délután a ködös szürkületben érkeznek meg az alsós gyermekek a napköziből a Nyírteleken működő kedvesházba. Jelenleg összesen 23-an töltik a kollégiumban a hétköznapokat. Az 1995-ben alapított intézmény a Bokortanyákba született, nehéz anyagi és szociális háttérrel rendelkező fiatalok számára nyújt segítséget. Elég régen indult a kedvesház. Szokták mondani, hogy milyen jó kezdeményezés, akkor szoktam mondani válaszként, hogy hát ez nem is biztos, hogy kezdeményezés, hiszen 27 éve működik a kedvesház. Az induláskor én még nem voltam jelen, csak tudomásom volt róla. Lázár Péter, egy volt állami gondozatból lett pedagógus, hozta létre itt Nyírtelken ezt a kollégiumot. Elsősorban azzal a céllal, hogy a tanyabokrokban élő gyerekek, akik nap mint nap bejártak az iskolába, nekik egy picit könnyebbé tegye a mindennapjaikat azzal, hogy egy bentlakásos intézményben biztosítja azokat a feltételeket, amelyek egyébként az iskolába járáshoz szükségesek, és amelyek sokszor otthon nem álltak rendelkezésre, vagy nem voltak meg. Ezzel a gondolattal indult 1995-ben a kedvesház. Jászmin már csak nem 10 éve a kollégium lakója. Azt tervezi, hogy amíg középiskolás, itt marad. Szinte mindenben segítenek, tanulásban főképp, meg úgy mindenben, hogy hát inkább tévézni szoktunk, gépezni, beszélgetünk. Márkusz még csak egy éve van itt. Azt mondja, az itt töltött rövid idő alatt is sokat javult viselkedése és szorgalma. Jobban jönnek a jegyek, matekból is most már erősebb vagyok, mint tavaly. Meg tovább tanulásba is segít. A lakóknak a kollégium házi rendjét és napi rendjét kell követniük. Az ébredés utáni gyors rendrakást követően reggeli várja őket, majd iskolába mennek. A felsősök délután 2-kor, az alsósok délután 4-kor térnek vissza a kollégiumba. Alapvetően ez az intézmény is egy kollégium, de hogy a neve is magában foglalja ezt. Mégis azt gondolom, ettől sokkal többet nyújt a kedvesház, mint egy egyszerű kollégium. Ugyanis mi fölvállaljuk azokat a szociális háttér problémákat is, amelyek a gyerekek otthoni helyzetéből adódnak. Magyarul megpróbálunk minden olyan dologban segíteni, ami jó nekik ahhoz, hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben, amikor az iskolába mennek. Magyarul minden olyan dolgot, akár tárgyi eszközt, akár egyéb dolgokat is megpróbálunk számunkra megadni, amelyek minden más gyereknek a rendelkezésére állnak, és így nem lógnak ki a sorból, legalábbis e tekintetben semmiképpen sem, hogy mindennel rendelkeznek ők, és amihez az iskolába járáshoz rendelkezniük kell. Ezek tárgyi dolgok. Aztán sok esetben a gyerekeknek nagy szüksége van arra, hogy valamilyen támogatást, érzelmi támogatást kapjanak ahhoz, hogy az előrejutásuk az gördülékenyebbé váljon, vagy ha lehet így nevezni, akkor simábbá váljon. Itt tőlünk megkapják azt a fajta törődést, azt a fajta szeretetet, ami ehhez azt gondolom, hogy feltétlenül szükséges, különösen egy kisgyereknél, akinek nagyon-nagyon fontos még a szeretet. Nagyon-nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a szülőkkel. Mi azt gondoljuk erről, hogy nagyon fontos láncem az, hogy a szülőre partnerként tekintsünk, és bevonjuk őt az ő gyereke életébe, az itt folyó munkába egyaránt. Tehát ismerjék azt a helyet, azt a környezetet, ahol a gyermekei nap mint nap tartózkodnak és élnek, és nagyon sok programot szervezünk velük együtt közösen, pontosan azért, hogy ne csak messziről ismerjenek minket, hanem
részesei legyenek az itt folyó munkának. Mint ahogy említettem, 27 éve működik a Kedves Ház. Tehát nyilván ez alatt az idő alatt én azt gondolom, hogy sikerült meggyőzni a szülőket arról, hogy akik a gyermekeiket a Kedves Ház kollégiumba úgymond beíratják, ők szinte biztosítékot kapnak tőlünk arra, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy az ő gyereke, az ő gyerekeik itt megfelelő ellátást és mindent megkapjanak, akár a lemaradásuk kompenzálásában, akár pedig, ahogy mondtam, különböző tárgyi eszközök, ruházat, egyéb dolgok megvásárlásával. Az első dolgok, hogy beszámolnak a nevelő tanároknak az adott napról, majd az uzsonna és a szabad foglalkozás után tanulniuk kell, amiben szintén segítenek az ott dolgozó szakemberek. A beszélgető kör akkor történik, amikor a gyerekek beérkeznek az iskolából. Ez azt jelenti, hogy számunkra elsődleges információk vannak arról, hogy mi történt a hétvégén, akár otthon, akár a családban, akár bármilyen más irányban, illetve az, hogy amikor az iskolába jönnek délőtt, onnantól kezdve milyen jegyeket kaptak, miért kaptak dicséreteket, esetleg kit kellett valamiért megszidni az iskolába, és ezek mind a tudomásukra jöttek már a beszélgető kör során. És nyilván ennek megfelelően beszélünk vagy beszélgetünk a gyerekekkel, hogy esetleg ha valamit rosszul csinált, az hogyan kellett volna esetleg máshogyan vagy jól cselekednie. A Kedves Ház kollégiumnál igyekeznek minél több élményt biztosítani a gyermekeknek. A tanévet követő nyári tábor tavaly és idén lakiteleken telt. A tanévkezdés előtti gólyatáborban pedig a debreceni kerekedő élményparkban és a nyíregyházi élményfürdőben jártak a diákok. Az első cél az nyilván az, hogy megpróbáljuk egy picit visszaszokni abba a fajta munkarendbe, amit a Kedves Házban jellemző. Tehát mindenki megtalálja saját kis szobáját, szobatársait, berendezkednek, és egy picit a napirend is visszatér az életükbe. Nyilván emellett pedig igyekszünk, hiszen ekkor van rá leginkább idő olyan élményeket nyújtani, ami megint csak jó, ami jó emlékeket idéznek, és jól indul a tanévünk. A Kedves Ház kollégium fenntartója a Gyerekekért SOS 90 alapítvány. Az intézmény működtetése, az ellátás és az élményszerzés évente körülbelül 30-35 millió forintba kerül. Ez három fő pilléren, három fő támasztékon áll. Az egyik egy normatív támogatás, amit az állami rendszerekből kapunk a gyermekek normatív támogatása révén. A másik egy pályázati szegmens, amit a különböző pályázat kiírásoknál célterületként felhasználva tudunk pályázni, ez adja a finanszírozási lábunk második harmadát, és a harmadik láb az pedig egy a magánadományokból, a természetes személyek segítségéből áll össze. Ebből is látszik az, hogy mennyire komplex és egyensúlyba kell ezt tartani, hiszen bármelyik láb megbicsaklik, úgy maga a fenntartás, a fennmaradáson kerül veszélybe. Éppen valamelyik nap számoltuk össze, hogy több mint 170 gyerek fordult meg a Kedves Ház falai között, és sokan, akik ugye akkor mondjuk 8-10 évesek voltak, ők ma már családos felnőttek, és a gyerekeik is abban a korban vannak, hogy már iskolába járnak. És a szülők reakciója arra, hogyha esetleg mi megkeressük őket, hogy a gyerekeiknek biztosítanánk lehetőséget a Kedves Házba, akkor az egyik reakció, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon tartalmas, és talán ezért dolgozunk, az az, hogy ő már nem szeretné a Kedves Házba adni a gyerekét, mert mindazt szeretné ő biztosítani a gyereke számára, amit valamikor ő a Kedves Háztól kapott. Legyen ez anyagi, vagy akár érzelmi törődés. A másik szülő pedig azt mondja, hogy igen, ő nagyon örül neki, hogy a Kedves Házba jöhet az ő gyereke, mert ő emlékszik rá, hogy mennyi szépet és jót tapasztalt és kapott itt tőlünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy mind a kettő egy nagyon-nagyon pozitív válasz az ilyen típusú kérdésre. Aztán nyilván vannak olyan szülők, akik még nem álltak velünk kapcsolatba, és tőlük is érkezhetnek gyerekek. Őket nyilván meg kell győzni arról, hogy jó helyre jönnek a gyerekei, vagy a gyereke. Ez általában úgy szokott történni, hogy elhozzuk a szülőt először, akár gyerekkel együtt, és megnézi, hogy hova fog érkezni az ő gyereke. Elő-elő fordul az, hogy külső környezetből, tehát olyan gyerek is felvételt kér, aki még egyébként nem volt. Tehát nincs semmilyen kapcsolódása a Kedves Házhoz. A
többeknek egyébként valamiféle kapcsolása jellemzően van, hiszen járt ide nagyobb testvére, vagy akár jár is ide nagyobb testvére, tehát nem úgy jön, hogy teljesen idegenként csöppen bele a kedvesház életébe. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között Záhony polgármestere lesz a vendégünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!